Sziasztok, üdvözletem minden a Podmaniszki térről, Arany János utca, és itt volt régen, ugye a 72-es, meg a 73-asnak a végállomása. Hát mióta kész az átépítés, most járok itt először. Most teljesen véletlenül pont erre jártam, hogy akkor nézzük meg ezt is. Hát maga a tér az szép lett tényleg, meg tényleg ráfért a felújítás, viszont az, hogy a toalitkat innen eltüntették, az nem volt helyes döntés. Legalábbis úgy, ahogy megoldották, az nem. Hát, hogyha itt nem is maradhattak volna, de ma mindjárt megmutatom azt a fordulót, ahol most vissza kell fordulni, az valami borzalmas. Hát, itt vannak, itt valami kiállítás, ez nem tudom, hogy ez állandóan itt van-e, vagy csak most valami idegenes kiállítás van, hát ezt tudom, de és hát itt a régi metróállomás. És már csak azért sem volt jó ötlet itt a tulikat eltüntetni, mert a metró rátszállás sokkal bonyolultabb, vagy itt a metró toli rátszállás, hát jóval több rágyalogásra jár, mert korábban ott állt meg a túloldalt a toli, tehát egyesen csak át kellett ide sétálni, és itt volt a metró, hát most pedig ott arra, ott a sarkon, ott fordul vissza, és akkor jóval többet kell gyalogolni, és ráadásul ott a forgalmas bajcsin nem is mindig tud azonnal visszafordulni, úgyhogy ez mindenképpen a tömegközlekedésnek egy nagyon nagy hátránya lett ez az átépítés. Tehát meg lehetett volna ezt jobban csinálni, például be lehetett volna vinni, hát mondjuk a Deák tér nem is fért volna el, de a Kálvin téri meg lehetett volna oldani. Ahogy sokszor már jártak is hétvégente, felső vezeték nélkül is a tolik, amikor össze volt vonva a 83-as meg a 72-es. Tehát felső vezeték kihúzással meg lehetett volna ezt csinálni. Hát akkor nézzünk még szét egy kicsit itt a téren akkor van. És egyébként ott volt a tartózkodójuk a toli vezetőknek, hát az nem tudom megmaradt-e még vagy sem, de nyilván sok értelme, hogy még így már nincsen, mert nem, nincs már arra idő egy forduló előtt, hogy akkor addig elsétáljanak, meg aztán még vissza, plusz még közben szükségleteket is intézenek, hát ez így már lehetetlenné vált. Ugye itt már hosszú tartózkodás nincsen, mert azonnal fordulniuk kell vissza. Úgyhogy ez nem jó se az utasoknak, se a járművezetőknek, igazából senkinek nem lett jó. Ja, hát ott megy el a 9-es busz, és itt volt a régi megálló, a 9-esnek még most is itt a megállója. De a toriról itt már nem lehet a metróra könnyen átszállni. Hát itt legalább eddig el kellett volna hozni, vagy legalább a Deák téren megforgatni, hogyha még az nem biztos, hogy megoldható, az elég sok járat van most is, de ez így a lehető legrosszabb, amíg sikerült. Látjátok, itt van a toli forduló és a megálló és itt arrébb, tehát még a bicikli utat is keresztezi. Tehát, hogy még a bicikliseknek se legyen jó, mert itt a busztól leszálló gyalogosok egyből a bicikli útra mennek. És itt van a forduló, mint hogy itt a késések is rendszeresek emiatt. És itt a megálló is nagyon rossz helyen van, tehát látjátok, hogy már mennyit elgyalogoltunk, és mindig nem vagyunk ott, tehát metró átszállása szintén ennyire bonyolultabb lett, úgyhogy ez semmilyen szempontból nem jó, maradjunk annyiba. Na mindegy, akkor ez a kis rövid vlog ennyi lett volna, nekem menni kell tovább a tolival, úgyhogy akkor ennyi volt, sziasztok!